Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, önök VNTV-t, Ivonatúra televíziót láthatnak, és ezúttal a fele adás sorozatunkban ismételten vendégünk a stúdióban, Lénárt István, Mennydörgés. Szeretettel köszöntelek. És is köszöntelek. Ha valaki nem látta volna az előző beszélgetésünket, kérlek szépen, hogy kicsit frissítsd fel, röviden foglald össze azt, hogy mi az, ami történt veled, aminek a kapcsán elkezdted keresni az okokat, és ez egy olyan megélésekhez, olyan tanulási folyamathoz, olyan metódus és módszer tudásbankja nyílt meg feléd, ami segített válaszolni. Csak röviden egy picit azt a történetet mondd el, légy szíves, hogy mi az, amiről itt legutóbb is beszélgettünk. Köszöntöm a nézőket. Számomra nagyon érdekes élménnyé vált ez az első rész, felvétele, mert egy az, hogy először csinálok ilyet, a másik meg az együtt, hogy lelkessé váltam, így valahogy este felé rám nehezedett a felelősségvállalás terhe. És ezt abból a szempontból mondom, hogy hogyan jelent ez, és milyen értelemben értéket azoknak, akik most ebben a beszélgetésben részt vesznek. Ugye én nagyon hálás vagyok első körben neked, Ági, aki ebben segítesz, az Istvánnak, Jakab Istvánnak, aki hát igazából ilyen váratlanul ezt a lehetőséget még ő is biztosította. És mindenképp ez felelősség. Én ezt eddig nem éltem át így élőbe. Szóval ez az első pontja, ami leglényegesebb. A második pontja, ugye, te átvezetésként a Karsai Völgynek az élményeit hoztad, és hát ott is én egy kicsit erre így belementem és reagáltam, és közben valahogy rájött az, hogy hát bizony ilyenkor most akkor ez több, mint ez már egy képviselete annak, amikor én beszélek erről. És hát magam kezdő mi voltából, ez egy ilyen érdekes kérdésé vált, hogy mi is az, amit felelősségteljesen mondhatok, és így maga a lovasi ijászatot, az iskolát a magam módján, a helyemen kezelem. Ez egy nagyon fontos rész. Viszont itt is bejön az, hogy hogyan válik ez értékké annak a közösségnek, illetve annak az ügynek a számára. Harmadsorban itt vannak a nézők, akik számára szintén értéket kell, hogy képviseljen az, amit most beszélgetünk, mert számomra azok az előadások adnak valamit, amikor azt mondom, hogy gyakorlatban valamit meg tudok fogni, meg tudok figyelni, és hová, és az lelkesíteni fog, tehát értéket ad hozzá a hétköznapjaimhoz. És hát negyed sorban, de akkor egy kicsit átvezetés is, hogy hát én magamért is felelős vagyok, hogyha most az egészet, az elmúlt 7 év munkásságát szeretném megosztani az emberekkel. És hát én úgy mondom, a csodák tanítása szóba került az előző részben. Hát, hogy Isten, vagyis hogy ez a vezettetés, ki hogy nevezi, egy olyan módszert adott a kezembe, ami hiszem, hogy mindannyiunknak az életébe be tud integrálódni. És én a kézkincsétételt úgy szeretném, hogy igen, milyen egy anyuka, aki otthon tisztában van az elméje működésével, meg tudja figyelni, és ki tud lépni azokból a viselkedési mintákból, ami egyébként mondjuk, most apukát is mondhattam a nézést. Tehát, hogy a családokban is hogy tud beköltözni ez az emberség mesterfokon, hogy igen, felelősek vagyunk a figyelmünk működéséért, felelősek vagyunk, hogy mit mondunk, mit gondolunk, és hogy a tetteinkben hogyan fordulunk mondjuk egymás felé, vagy így az együtt cselekvés szentségében hogyan hozunk létre emberi értelemben méltóság teljesebb dolgokat. Az előző beszélgetést kísérő szövege egy idézet, és arról szól, hogy nem mindenki jut el erre a szintre. Tehát nem mindenki, nem minden egyes ember ér el odáig, hogy a többi ember felett, vagy az emberiség javítására irányuló szolgálatot tegyen. Tehát nagyon sok egyéni küzdelmei vannak még nagyon sok embernek, nagyon sokan nagyon komoly dolgokkal küzdenek az életükben, nagyon messze vannak
attól, hogy ők esetleg társadalmi szerepvállalás, vagy az emberiség jobb átétele érdekében, vagy az emberi lét megkönnyítése érdekében tudjanak tenni. Tehát itt ezt valahol a nézőknek szeretném üzenni, hogy nagyon komoly szó ez, hogy vállaljunk felelősséget magunkért, aztán vállaljunk egymásért felelősséget, de az is teljesen elfogadható, hogyha ha valaki egyszerűen nem is tart itt, nem fogja látni ezt az adást, nem biztos, hogy el fog jutni hozzá segítség, amit te tudsz nyújtani, de mégis ez egy nagyon nagy áldás valószínűleg mindenkinek az életében, hogyha már nem a saját kis életkörülményeit akarja megjavítani, nem egy kis földi, újabb birodalmat akar magának létrehozni, egy anyagi bázist teremteni, hanem igenis az a célja, hogy az emberekért tegyen. Amikor te rájöttél arra, hogy a te figyelmed az képes arra, hogy meg tud figyelni magadat, mindenki képes erre szerinted? Vagy ilyet ne is kérdezzek, mert nem tudhatjuk a választ erre. Tehát ugye ott kezdődik az egész művelet, amit önmagunkért és másokért tehetünk, hogy elkezdjük magunkat megfigyelni. Igen, ha jól sejtem, ez a misszióvállalás, ami neked megtetszett üzenet, ugye az Viktor Caronnak a kis írásából való, hogy az embernek a belső lelki ugye a küldetése, az ilyen mindenkibe él, uh-huh. Én hiszem. És ugye ez a belső erő, ez a belső minőség hogyan válik fizikai értelemben valósággá, vagyis hogyan éljük meg. És ugye itt sok minden össze fog kapcsolódni, ugye itt vannak szóleckék, uh-huh. és vannak életleckék. Ami, nagyon sokat beszélünk erről, de hogy az élet leckévé váljon, én ezt látom a legfontosabbnak. Tehát ha az emberség mester fokont, akkor a bennünk lévő mesternek az ellelketlenedett, egóvezérelt viselkedés, természetellenes viselkedés módjából, igen, önerőből, vagyis az ön bennem felébredő figyelem hatalmával élve, figyelve, hogy mit nem csinálok már, ami mondjuk nekem fájdalmat okozott, vagy az, akivel kapcsolatban ezt megélem. És tulajdonképpen a felébredés szót is tudom ide használni, hogy felébredek abból az illúzióból, abból az álomból, hogy én egy elkülönült valaki vagyok, és nekem folyamatosan versengenem kell valakivel, valakikkel, a figyelemért, hogy fontosnak érezzem magamat. És közben ráadásul ki velem szembe ül, annak is van egy ugyanilyen lelki része. Tehát a lélek az sokkal inkább egységes lélek szintjéről. Nézzük ezeket a feltárásokat, és ez a kapcsolati, illetve hát majd közösségén meg innentek ez a nyilván társadalmi hatásokat is, mert ez egy, bízom benne itt a kis beszélgetésünk végére egy ilyen modellt is össze tudunk rakni, hogy mi van, hogyha ez az időhurok, ez az elme működés majd összeadódik, és emberek közötti interakciókat hoz létre. Tehát a misszióvállalás az egy nagyon érdekes út, mert küldetéstudatnak is hívhatjuk, és amikor belülről valamit létre akar hozni egy ember, az bizony, hát megkéri az árát. Tehát, hogy tényleg belálljon abba, hogy a lelkéből összhangban legyen. De nagyon érdekes ez, mert ugye amikor vele találkoztunk, akkor még valahol az elején voltál, annak a felfedezésnek, amiből ez az egész módszer, ez az egész tanulmány megszületett. Tehát mi nyomon tudtuk kísérni azt, ahogy ez születik, és ez el kell, hogy mondjam, hogy ez egy óriási erő, tehát lehet, hogy te akár ellenálltál, vagy tudatosan missziót fedeztél fel benne, de én azt gondolom, hogy ez olyan energetikai és olyan tudati szinte működik, ami nem hagyott téged békén. Tehát ez meg akarta magát mutatni, ez ki akart bontakozni, és én láttam azt, hogy mekkora nagy munka és mekkora nagy anyag tud összegyűlni, milyen csodálatos tudás, ami rólunk szól emberekről, a mindennapokról, és ez a nagyon csodálatos, hogyha valakiben nincs is még meg ez a képesség, mert nagyon sok a gondja, nem tud önmagára figyelni, nem tudja ezt úgymond saját maga elvégezni, ezt a figyelem önmagamra fordítást és annak a kielemzését, ami történik, hát ezért vagy te például, aki segítesz ebben, és akkor egy picit menjünk bele mélyebben abba, hogy hogyan tudsz segíteni, mi az a séma, mi az a modell,
amit így röviden elmondhatsz arról, hogy hogyan tudod bevezetni, milyen pontokon tudod segíteni, megérteni az emberrel azt, ami történik vele, amiről ő tehet, vagy amiről nem ő tehet. Jó, hogy ezt esetleg, hogyha bemutatod nekünk, azt Oké, akkor kérném az első képet, azért, hogy a nézőknek is legyen egy ilyen kis vezérfonal, ami alapján újra tudják nézni, amiről beszélgetünk. Én visszamennék, tehát kapcsolnám az előző eladást röviden ide, hogy nekem nagyon érdekes volt a felelősségvállalás nyomása mellett. Ahogy magamat figyeltem, rájöttem, hogy közben én félek attól, hogy meg fognak ítélni, hogy itt mit mondok. Ez nyilván mondjuk az én térképemnek egy része volna, hogy nekem nagyon nagy áldássá vált ez az előző adás, tűzkeresség, mert hogy az elutasítástól való félelem, az egy olyan tulajdonképpen benevelt, tudattalanul benevelt viselkedés rész, így vettem észre magamon most, itt az átmenetben, ami tanult tehetetlenséget okoz. A tanult tehetetlenség meg már eltávolít attól, hogy én a lelkem szerint most milyen hangot kövessek, és mi az, amiben igazán jól érzem magam, hogy csinálok, ami lehet persze változó, viszont én hiszem, hogy van egy nagyobb terv, tehát mint ahogy te most itt segítesz nekem, az is egy része az egésznek, és ez is egy része az egésznek, de ez összeér, és van egy nagyobb terv, hogy most a beszélgetésből még több kis rész hogy ér össze, akik nézik, érintettek. És ugye ez az előző mondat, ami ide ki volt rakva, ezt én nagyon régóta mélyen figyelem magamban, hogy tetteinek kizárólag az emberi kapcsolatok összefüggéseiben van értelme. És a kapcsolatok megértése nélkül minden cselekedet konfliktus forrás lesz. Tehát az emberi kapcsolatok megértése végtelenül fontosabb minden cselekvési tervnél. Hát ez önmagában egy ilyen ütős üzenet. És ugye itt van, hogyha ebből vezetem át tovább, ugye én legutóbb, vagy az előző beszélgetésben ugye előjött a Kassai völgyel kapcsolatban, hogy hát nekem megadatott az a kegy, hogy valahogy én oda kerültem, ez hosszabb történet, de 3 évvel ezelőtt kezdtem mondjuk körülbelül az én ottani tanulásomat, és hát ennek a fő jellemzői ben fel kellett fedeznem, hogy a völgy az úgy van berendezve, minden a tanulás szolgálja. Minden ilyen értelemben, hogyha most berakom az előző üzenet alá, akkor ennek szentsége van. És a völgyben, ugye én ezt kezdtem el magam ijegységével, mikor még beszűkülten ide tedd, oda tedd, hogy elkezdett valahogy kiterjedni a figyelmem, és hát nem mindenre hozzáteszem, hanem volt, hogy ezt néztem be, azt néztem be, és ebből ugye a környezet, ami a tanulást segíti, ugye megjelentek a társak. A társak, akik szintén csinálják ezt, azt is nyilván aki tapasztaltabb, mint környezet, most a kapcsolatok tetteink szintjén mondom ezt. Ez elkezdtem fölfigyelni arra, hogy milyen értéket jelent az a közösség, ami ugyanazon a folyamaton megy át egyénileg, mégis egymásnak is tanítója. Ez nagyon fontos ma már, hogy ez szakmailag és emberileg is példaértékű legyen. Tehát a völgyben a Kassai Lajos úr, a mesternek a útmutatásaival, ez nekem szentsége van. Tehát, hogy én oda beleállok. És ugye ez a fejlődés, ami ebbe az irányba visz, hogy az emberség is, meg a belső egyéniség, a küldetéstudat, a helyen nem vagyok érzés, a középpont felébredjen, ahhoz ugye ide teszem most fölé azt a környezet fölé, még ugye a mester jelenléte, az a figyelem, ami hát erről sokszor beszélgettünk, én nagy bátran is mondtam neki, hogy engem olyan komfortzóna határokon lökött át a mester jelenléte, és akár egy azonnali jelzés, azonnali korrekciója, ami hát nem is tudom milyen mértékben rövidíti le azoknak a folyamatoknak a megértésében belül, és ilyen értelemben kívül, és kapcsolatoknak is zajlik. Ez az első pontja, és hát amit én ott kaptam a völgyben, a mester és a családja, a közösség és az egész hely, az hát több mint 50 éves voltam, most szimbolikusan mondom, mikor oda lekerültem, és hát olyan, mintha az a kis gyermeki rész, ami nem tudott felnőni ilyen lelkileg, ez ennek egy ilyen nagyon támogató környezetévé, és nagyon pontos, hogy mondjam,
Igen, szeretetteljes környezeté vált, és hát így a mester a számomra, mint szimbólum, azon túl ugye egy szemét is jelentett. Az, amit én nem értettem kívülről sokan, hogy miért azt gondolják kívülről, most már értem, hogy kívülről mit vetítenek bele az emberek, de hogy belülről megélni azt a szeretetteljes hozzáállást, és azt a menjünk és legyen jobb minden, és éljük meg az élményeinket boldogan, körülbelül ez jön így ki belőlem, ez összképként, mindennel és mindenkivel, ami ott a völgyben van. Ez egy nagyon fontos, ilyen értelemben tanterem, és most ezt azért hoztam be ide, hogy a kapcsolatoknak ez az interaktív része, ez még kicsit átvezetés volt az előzőből, mert erről kezdtünk beszélni, hogy ott a fő élményem, a csikóképzésben, amikor a lovakat, úgymond az érzéktelenítés szakaszában minden külső ijesztő hang, mozdulatra érzékelítjük, akkor szeretetteljesen mindig visszatesszük, ha elmozdul a helyére, simogatjuk, és ugye ez az érzéketlenítés, ez valójában a félelem megszüntetését jelenti ilyen szempontból, és kialakul az a bizalom, ami nem egy szó, hanem egyszerűen a jelenlétemben, a jelenlétében jól érzem magamat, és ezt most akkor kiterjeszthetjük mindig, amikor többen csináljuk meg az egész közösségi folyamatra. És jön a másik rész, amiről nem beszéltünk, ugye kimondottan, de hogy az érzékenyítés rész is bejön, mert a bizalomra lehet építeni az érzékenyítést, ott ezt tiszteletnek hívtuk. Ez nagyon fontos lesz az emberi kapcsolatok szempontjában, mert amikor már érzéketlen a reagáló üzemmódra, ami a félelmet okoznál, meg védekezés, támadást, akkor a tisztelet állapota az már a bizalomra épül, vagyis hogy elfogadja kívülről a jelzéseket, és minden erőszaktól mentesen úgymond, csak egyszerűen együtt megyünk meg a lóval. Az emberi kapcsolatokban meg ez azt jelenti, hogy elfogadom-e a bizalom alapon mondjuk a mestertől, vagy aki hozzám képes tapasztaltam, most így is mondhatom az iskolában, a visszajelzéseket. És ez a visszajelzés, még ha konfrontációt is okoz bennem, képes vagyok ezt a konfrontációt szeretetteljesen megélni, ez nekem nagyon-nagyon sokat jelent. És itt értettem meg, hogy a tanulás és az akarat, azok bizony összefüggésben állnak. Nekem el kell dönteni, hogy amit akarok tanulni, az valóban értékes a számomra. Ez egyik része, mondhatom tovább? Persze, jó, persze. Mert látom, persze, nem csak, tudom, hogy mikor van. Jó, szólok. Csak hogy igen. Tehát ez volt a bizalom, tisztelet, a tanulás és az akarat része. Tehát ez egy alanyi jog. És ugye innen jön az, hogy felelősségvállalás. A felelősségvállalás az már tulajdonképpen kicsit ez a vezettetés, vagy az együttre való hallgatást is jelent ebben az esetben. És felelős vagyok onnantól kezdve a társamért, a ló, társamért, a társaimért és magáért, az ügyért is, amit képviselek, bárhova is helyezem magamat. Tehát bizonyos értem, most ezt is egy ügynek tekinthetem, ha a modellt veszem. Itt is a bizalom, a tisztelet, ugyanazok a részek előjöhetnek, és a felelősség vállalásra, hogy felelős vagyok ott már minden gondolatomért, az visszamennék oda, hogy a konfrontációba hatás ellen hatás jön létre, és hogy ezt, hogyha haragreakcióval, tehát ha nem akaromból élem meg, akkor hozza létre azt a lenyomatrendszert, amit a térképet majd mindjárt előveszik kicsit, hogy ezt is megmutassuk. És utána jön ebbe a környezetbe az őszinteség. Tehát akkor tudok következetes őszinte lenni, amikor önmagamban nézek, hogyha megvan a felelősségvállásom, a kapcsolataimmal, önmagammal és a kapcsolat tiszteletteljes vagyok, ez szó nem nagybetűs értelemben, és ez mind a bizalomra épül. És az emberség mesterfokon, kicsit most, hogyha ezen a vonalon nézném, ezt hoztam legutóbb is, a fő üzenet, de hogy ebben nagyon-nagyon-nagyon nem is tudom szavakba itt kifejezni, hogy mekkora hála van, hogy létezik ez a hely, ahol nekem a 7 éves ilyen saját GHS Global Health System fejlődésemmel keresztül a völgyben tulajdonképpen én az életleckéket kaptam meg. Szóval ezt akartam majd kihozni, hogy a szóleckéim megvoltak, meg nagyon sokat gyakorlatom volt, van ebben a feltárásban, de olyan, mint hogyha a völgy lett volna az életleckéknek a bölcsője,
És valahogy most érdekes módon most érkezem meg oda, hogy ezzel az életélménnyel, ami szorosan ez kicsit ilyen a harcos lélekrészt is segíti, ami az erővel való szeretetteljes bánásmódot jelenti számomra, mindegy mi az akció. Talán most kezdem eljutni oda, hogy mindez, amit képviselek, az én ügyemet, ez így most ki tud bontakozni. Tehát ez összefoglalásként így nagyjából ez szerintem benne van most minden, amit az előző adásban így lényegében mondtunk. Úgyhogy igen, kérdez? Igen, csak annyit hadd reagáljak, hogy a mostani időszaknak, ennek a mostani korszaknak ez egy jelensége, hogy akinek olyan tudása van, olyan dologgal áldotta meg az ég, ami más embernek a javát is szolgálhatja, ha a legkisebb esélye megvan annak, hogy ez rajtad kívül másnak is jó, akkor kikerül a fényre. És tulajdonképpen a VNTV is évek óta ezt képviseli, hogy olyan személyeket, olyan munkásságokat, olyan eredményeket fedez fel, és segíti annak a megismerését, kicsit a közkincsé tételét, ami más emberekhez is feltétlenül jó, hogy eljut. Na most ugye ennek a kiállod-e a fényt, ugye ez az első nagy megpróbáltatása a komfortzónának a legnagyobb félretétele, mert nagyon jól el tud az ember molyolgatni a kis hobbiával, saját örömödre, saját komfortzónádon belül, azok, akikkel ezt megosztod egy szűk körben, ők azért nem fognak olyan visszajelzést adni, ami megsérthet téged. Na most itt általában azért a kommenteken keresztül mindenfélét kapunk, nem feltétlenül mindig a legjobb szándékkal, de hát tulajdonképpen ez egy jó megmérettetés, hogyha most kitesszük a fényre, kitesszük az ablakba ezt az egészet, akkor valójában mi történik. Na most ez azért fontos, ez a fázis, egyrészt a saját szempontodból is, hogy mennyire vagy magabiztos ebben az egészben, mennyire stabil ez az egész tudás és módszer, illetve ha most tovább mész és ezt a térképet bemutatod, akkor bizony, akinek górcső alá vesszük az élete fő pontjait, vagy azokat a reakciókat, azokat a jelenségeket, amik az életében akadály lehet, vagy egy ilyen önszabotáló, mazohista dolog, amit csinál, ami miatt ismétel olyan dolgokat, amiket nem szeret, ezért ez a komfortzónát egy kicsit megpiszkálja. És ugye ebbe mindenkinek bele kell állni, tehát hogyha változást szeretnénk az életünkbe hozni, akkor az a komfortzóna ez nagyon keményen, és még egy utolsó, még mielőtt itt folytatod a bemutatót nekünk, hogy azért én katona gyerek vagyok, katona tiszt volt az édesapám, és hát én megszoktam ezt az állandó fegyelmet. Utána 20 évig bankban dolgoztam a bankszakmában, ott megint rendszer, mindent elszámolni, minden nagyon nagy fegyelem. És én észrevettem magamon egy közel 40 éves koromban, hogy elég volt, tehát hogy elég volt ebből az állandó önfegyelemben levésből, ebből az állandó szigorból, ez a szabálytól szabályig, törvénytől törvényig, minden legyen a helyén, viselkedjél, stb. Tehát, hogy én nekem itt jött el egy olyan pont, amiből szabadulnom kellett. És a kassai völgyben ott újra szembesültem azzal a fajta önfegyelemmel, önuralommal, a fegyelmezettséggel, ami igenis nagyon-nagyon szükséges ahhoz, hogy ez a szabadulás órája előbb vagy utóbb eljöhessen. És akkor kérlek, mutass be, hogy mi mindent vizsgálsz ezzel a módszerrel, vagy mire ad lehetőséget ez a módszer, hogy feltárjuk azt, hogy egy kicsit szabadabbak lehessünk. Igen. Figyelem. A figyelem honnan ered? Ugye ez egy nagyon jó kérdés. Ugye adjunk egy keretet ennek a folyamatnak, ugye az emberi kapcsolatainkból indultunk ki, és most az emberi kapcsolatainkhoz szeretnék ezzel a kis ívvel eljutni, de ezt tartom az önmagammal való kapcsolatot, tehát most hogyan vagyok én figyelemben, honnan? Tehát amikor veled beszéltek, reagálok-e a szavaidra, reagálok-e
esetleg a sugalmazott gondolataidra, vagy ha érzelmeket látok rajtad, vagy hatással vagy rám, vagy képes vagyok-e mögé nézni. A mögé nézés az sokkal inkább már érzékelés. Tehát az érzékenyítés az sokkal inkább, hogy tudok kapcsolódni a formán túl a tartalomhoz, vagy a lényeghez, hogy mondtad, így mondhatnám. Tehát a lényegből, hogyha feltűképezted a lényeget, tehát azt a úgymond középpontot, ami valós is van, sőt, sokkal több is a tapasztalatom szerint, mert erről beszélünk, hogy középpont és középpont, ami, aztán nagyon hosszú téma, de a figyelemhez kapcsolódik, mély figyelem, olyan figyelem, ami még egyszer így túlmutat a formán és a látszati reakciókon és egyebekkel. Tehát hogy hova kapcsolódunk. Amikor felületről beszélünk, és akkor itt mondtad a kommenteket, egyebeket, lehet egy kicsit provokatívnak is lehet. Mi múltkor játszottunk, ezt mi megbeszéltük, amire meg is hívom így a nézőket, hogy kicsit nézzék, figyeljék meg a reakcióikat, mert az önmagamban nézés tudomány, ez nem arról szól, hogy mi beszélgetünk, hanem most bevontunk még egy néhány embert, aki ezt nézi, és én arra hívom meg a nézőket, hogy közben, mikor én mondok valamit, vagy Ági mond valamit, vagy bemutattunk valamit, vagy esetleg nem úgy tetszik a... Bár most igyekszem jól öltözött és jó fésült lenni, mert szimbolikusan mondom, mert már is reagálhatnak az emberek, ha egy ilyet mondok. Igen, minden kimondott szónak jelentősége van, mert befolyásolja a kommunikációját a kapcsolatban lévőknek. És hogyha ezért felelős vagyok, akkor először is a gondolatok szintjén vagyok felelős a gondolataimért, na de ez már egy elég érdekes érzékelési szint, hogy most érzékelem azt a gondolatot, ami a múltból ismétlődik, és öntudatlanul belemegyek egy kinek van igaz a játszótérbe. Szóval ebbe az irányba vinném el a folyamatot, tehát még egyszer a nézőket megkérem, hogy figyeljék a reakcióikat, és legyen játékosom most ebbe a kis, nem is bemutatónak szánom, hanem egy ilyen emlékeztetőnek, amit szerintem mindenki tud, és ezt ki is jelenteném, hogy nem a spanyol viaszt akarom feltalálni, meg arról beszélünk, hanem arról, amit szerintem minden ember, minden lélekben tudásként él. Tehát hogyan tudjuk a belső élő tudást segíteni, hogy felébredjen, vége a megmondásnak, hogyha nyilván, ha valakinek tapasztalatai vannak, azt az egy nagyon érdekes dolog, hogy most akkor ezt hitelesnek vesszük-e? Tehát én kapcsolódom a belső a tudáshoz, a gondolataim következetesen azt követik, a szavaim, ezt követik is a tetteim, tehát azokkal a gondolatok, szavak, amik tetteket és megvalósulást hoznak, az fogja visszahozni a hitelességet egy kapcsolatban, és hogyha ez a hitelesség megvan, akkor meg már azt kezdhetjük bizalomnak is nevezni, tehát mikor tudod, hogy úgy az történik, amit mondok, és ráadásul összhangban van azzal, ami mind a kettőnket szolgál. És akkor még egy kis keretrendszert tennék vele, amikor a térképet felhozzuk mindjárt. Csak nézem kezdve a képernyőt. Hogy igen, köszönöm a térképet, most átvezetném oda. Tehát az, amikor az előző üzenetünk, a tetteinkek, az emberi kapcsolatok összefüggéseiben van értelme, és beletettük a bizalom, a tisztelet, a felelősségvállás és az őszinteség érzéketlenítés, érzékenyítési folyamatát, akkor befelé érzékenyedünk, és így fogunk a kapcsolatban is érzékenyé válni. Ebben az állapotban meg tudjuk figyelni azt, amit korábban öntudatlanul kivetítettünk, ezt szándékosan mondom ezt, és ami okozta a további kapcsolati konfrontációkat. Szóval, hogyha az ember célok, a cél, mi a célom ez az egész, az hogy lesz értelme a céljaimnak, és itt kezdett egy ilyen nagyon mély átalakulás lenni, hogy mit is jelent az, hogy jó nekem, jó mindenkinek, jó most, és jó mindörökké. Na tehát az emberi figyelemnek, az emberi viselkedésnek és a tetteknek vagy a múlt a meghatározója, és a térkép, amit a múltkor itt kicsit így izégettem a papírra, azt csak azért hoztam be úgy, hogy látható legyen, hogy ezt össze lehet tekerni. Tehát a térképet, most kérném még egyszer egy kicsit a térképet, csak azért, hogy tisztázzuk, tehát arról beszéltünk, hogy amikor az ember testet ölt,
akkor azonosul a lelkiséggel, a kanyagisága és a kapcsolatisága. Azért van alul ugye a kapcsolatiság, mert ott van a konfrontáció, ott jönnek létre ezek az almák, amiről még nem beszéltünk, mert Ági, ugye ne gondolj rá, mivel a kezemben, ugye? Ezt múltkor eljátszottuk, de most már az a kérdés, hogy vesszük ki? Tehát ezt csinálom, hogy vesszük ki? Ezt hívom triggernek, kilincs effektusnak. Tehát például, ha valakinek van egy konfliktusok teli mondjuk párkapcsolata, elmegy dolgozni, és ha már megy hazafele, és azon gondolkodik, hogy hazamegy, és már aktiválódik ez az egész, akkor ez már nem elméleti dolog. Tehát hogy veszem ki magamat ebből az azonosulásból, amit ez az elmebeli játék az a lenyomatokkal létrehoz. És akkor látjuk, hogy legalul a szülői ott a legkorábbi réteg, majd a párkapcsolat, baráti, és ugye nekem ez egy nagyon nagy felfedezés volt, köszönöm a térképet, hogy most már mondom, hogy egy adott szakaszban egyszerre látjuk a kapcsolatiság és a lelkiség között, hogy egy szülői lenyomat és a párkapcsolati és a többi fölötte, annak egész a testi állapot, ami lehet egy tünet, egy betegség, egy baleset, az mennyire összefügg ezzel. Tehát ha figyelmetlen vagyok, akkor hogy lesz baleset mondjuk egy adott helyzetben, mert mondjuk anyámmal ez történt, vagy a párommal ez történt, és ezt, hogyha elkezdi valaki megfigyelni, akkor itt és most, még itt maradtunk, hogyan szeretném kivenni azokat az ismétlődéseket, amik a lenyomat rendszerem szerint újra és újra tulajdonképpen egy paradoxon módon meghozzák, hogy ugyanaz a helyzet tapaszt, paradoxon konfliktus, tehát belül feszültségben vagyok emiatt a lenyomatrendszer miatt, kívül pedig konfliktust élek meg, mert ezt valahogy ki kell vetítenem, tehát meg kell akarok szabadulni, és majd a másikon leverem. De közben magamban nem néztem. Szóval itt tér vissza a térkép, hogy igen, érdemes ezt az egészet egyszer végignézni. A csodák tanítása mondja, nem erre, de mondjuk erre húztam rá, hogy legyen az utolsó hasztalan út, miután bejártad, vesd el. Tehát a feltárás az egy ilyen mandala, ilyen értelemben. És okay. Amikor valaki felismeri ezeket, tehát segítesz ráébredni arra, hogy nézzük meg ezt magamról, hogy mi az, ami történik, akkor ez már egy oldódást hoz lehetővé, vagy hogyan haladsz tovább? Tehát mi a következő lépés ebben? Tehát mit mond neked ez? Hogyan tudod ezeket a hurkokat feldolgozni? Köszönöm. Tehát ezt először is azért, tehát a térképet én hozzáteszem, magamnak rajzoltam föl, még a kezdeti időben, még akkor nem is volt semmi feltárás, programfeltárás, mert egyszerűen látni akartam, hogy a fenébe kerülök újra és újra egy olyan helyzetben. Szóval ez egy ilyen eszközé vált, és ahogy én ezt megcsináltam, én közben más nézőpontba kerültem, tehát az értelem, ugye beszéltünk a négy fázisról, az egóról már vége, a lenyomatrendszer aktiválódása, az elme gyógyulása, az értelem visszatérése és ugye a valóság tudatossága. Szóval az értelem kezd visszatérni, hogyha olyan eszközöket használunk, ami által meg tudjuk figyelni azokat a viselkedési mintázatunkat, ami valójában nem én vagyok, csak magamra veszek, és ez a belső valóság és a rárakódó elme rétegek közti szétszálazásnak egy nagyon fontos eszközének látom, egy eszközének hozzáteszem. Tehát én nagyon boldog vagyok, ha erre más is rájött, hogy ezt hogy lehet csinálni. Nálam ez így alakult ki, és sok száz embernél, akikkel csináltunk, ez mindig működött, hogy ő maga rajzolja föl, ő magát segítek, hogy megnézzen, mik a lenyomatok. És ugye itt lépnénk tovább, ugye a mai műsorban, hogy ez önmagával, hogyha összetekerjük, és azon a vonalon, hogy összehurkoljuk így, akkor kiderül, hogy az elme mindig egy számítógépként összeadja az adatokat, és a döntés igen vagy nem, ebbe az adatbázisból jön létre. Hogy ez mégis miért válik hurokká, itt lehet látni a felfedezésem szerint, hogy az elme kivetítési eljárása, ez egy ilyen, innentől kezdve, ha pontosítjuk, egy hiány érzetből fakad, múlt alapú a gondolat, abból elképzelt jövő, ettem, eszek, enni fogok, így rakja össze. Egy elmekonstrukció. Ugye egy gondolkodásmód, ami ugye ismétlési kényszerben tartja ezt az elmét, úgymond, illetve azonosulunk ki akkor energetikailag, ne gondolj rá, hogy a kezembe,
és ebből fogalmak is lesznek. És ahogy megfigyeltem ezt a folyamatot, ez a modell alakult ki, hogy mindig a hiány érzetéből indul ki, amit nevezhetünk boldogtalanságnak, és nevezhetünk igazságtalanság érzetnek. Mindig a sérült önbecsülés érzete lappang alatta, hogy nem vagyok elég jó, ezek nem új, azon nem a spanyol, az csak hogy, hogy figyelem én ezt meg? És a hiányt, ha én egy módon definiálom, a hiány érzete az, hogy szeretnék a jelenlegitő eltérő állapotban lenni. Mm. És ugye, ha a tanulás változást jelent, állapot változást, akkor ugye nagyon fontosan összekapcsolódik a tanulás és az akarat. És itt jön nagyon fontos összefüggés, meg a tanulás, és az emlékezet is összefügg. Tehát, hogyha az emlékezetet arra használom, hogy bántsam magamat, vagy bántsam valakit, a környezetemet, akkor itt az éppelmélyiség, hogyha ezt nem érzem jól magam, ráadásul a világomban is káosz kezd uralkodni, akkor hogyan használom ezt jó értelemben gyógyulásra, tehát a kapcsolati gyógyulásra, tehát hogy ez elmúljon. Itt jön például a mester szerepe, nagyon fontos. Most a bennünk élő, illetve kívül, hogyha ha ilyen áldott életünkben is van ilyen is, kívül is, hogy a visszajelzés az nagyon sokat pontosít abban, hogyha konfrontálódok, mert ráharagszom hirtelen azért, mert nem tudok valamit megcsinálni a mesterre, akkor el kell jönni, hogy ez már egy tanult tehetetlenség. Tehát már sokszor csináltam ilyet, csak éppen kit hibáztattam érte, hogy miért hozott ilyen helyzetbe. De hogyha ez szeretetteljes környezetben, mint amiről beszéltem itt a mester, a kis mester kapcsán, akkor én ott nem vetítem ki tovább, hogy most ő az oka, hanem én hogy tudom meghaladni, és hozok létre egy olyan élményt, amíg túlmutat ezen a komfortzónán, tehát hogy mondjuk egy ügetésből hirtelen hogy váltok vágtába, amit nem mertem az előtt, csak rám kellett egy kicsit szeretetteljes nyomást tenni, és az az élmény válik az új lenyomattá. Ezt akarom ebből kihozni. Tehát hogyha ez a hiány alapú, kedvezőbb helyzetben lennék, ha jelenlegitől valamelyest eltérő állapotban lennék, ez nem elméleti dolog, hanem egy ilyen kapcsolati helyzeten keresztüli belső átalakulás, amelyben egyszerűen elfogadhatom azt, hogyha valaki előrébb jár a tanulásban, tapasztaltam, akkor ő igen, sokat tud nekem segíteni, hogy én magamban is bepantazítsam ezt. Tehát ez a módszerhez is kapcsolódik. És ha nézzük tovább, akkor van itt kérdésed? Vagy ez így összefűzve való? Nem, mert én ezt itt megfogom. Csak az lenne a következő, hogy amikor te már úgy kezdesz magaddal rendben lenni, akkor ugye megtapasztalod azt, hogy de hát itt vannak a többiek is. Oké, megyünk tovább. És akkor igen, hogy igen. Hogyan néz ki ez kölcsönhatásilag. Igen, tehát nem ilyen részletessége, de körbe mennék ezen a kis körön, mert ez a kölcsönhatás átvezető, és nagyon jó kérdés, köszönöm. Tehát ebből a kedvezőbb helyzetben lennék a hiány állapotából, jön a következő érzés, hogy ellenállásban vagyok, mert valami nem tetszik. És egy érdekes módon az elmének létre egy ilyen duál gondolati rendszer, nem vagyok elég jó, az az ellenállás, de szeretnék fontos lenni, tehát fontos vagyok önképhitet kapcsolatban, tehát létrejön a vágy oldal is, és ennek a két duál gondolati rendszernek a töltése miatt létrejön egy téves önazonosulás, mert onnantól kezdve az áldozati tudat, vagy aminek gondolom magamat, az már így beszippant, és így tettek a legveszélyesebbek. És ugye, szimbolikusan mondom, tehát nem személyesen, ebből jön létre a félelem feszültsége. Tehát innentől kezdve mi van, ha nem tudom bebizonyítani, vagy nem tudok megfelelni eléggé, hogy ha nem vagyok elég jó, fontos legyek, és akkor más állapotban majd jól vagyok. Viszont ezt, ami követi a képzeletbeli megoldások, a következő kis fogaskerék, az mindig az elme a múlt adatai alapján rakja össze, hogy szerinte ez a kis kocka, ez a kis komfortzóna, ez a paradigma egy, az ego, és abból próbálja megoldani. Na de hát, ha mindig ugyanúgy csinálom, meg ugyanúgy gondolom, ahogy eddig, akkor az eredmény mi lesz? Ugyanaz. Ugyanaz. Na most innentől kezdve ez addig paradoxon volt, meg látszólag véletlen, meg öntudatlan. Ha ezt föltárjuk, ezt egy, és meg tudunk állni közben, most én megállok. Ez egy kilépési pont. Tehát a monológomból is hogy lépek ki. De közben hogy figyelek.
ez nagyon gyakorlati. Tehát én most kiléptem egy kicsit abból a monológból, a hurokból. És ez a képzeletben a megoldás, ha tovább nézzük, akkor mindig a megfigyeléseim szerint félelmetes forgatókönyvé áll össze. Ezt úgy definiálom, hogy a múlt alapján elképzelt jövőbeli veszteség elkerülésére a sző terveket vonalma. Hát innen adja magát a paradoxon konfliktus, mert akkor már nyilván nem a lelkemet követem, hanem egy lenyomat rendszer, programszerűséget, ami sokkal bonyolultabb egyébként, ha majd mennénk tovább a feltárásokba. Ez nagyon a hétköznapi szintes megfigyeltő. És amikor a lelkemmel nem összhangba gondolkodom, beszélek, döntök és cselekszem, akkor a tetteim értelemszerűen mondjuk a megfelelősbe csinálnak valamit, és nem ismernek el. Milyen volt a főztöm? Ilyen nagyon egyszerű dologban meg lehet figyelni ezt. Abban a pillanatban már is feszültségben vagyok, és a feszültségből problémát gyárt ez a következő hurok az elme, és ez mindig neheztelésé válik. Tehát itt ér össze, hogy a hiány alapú gondolkodás, ami a térképen feltárt adatokból összeadódó működés, az mindig itt ezért, hogy a probléma és a neheztelés ugyanazt jelenti, mert ezt fogjuk további hiányérzetként, boldogtalansági alapként és igazságtalanság érzetként kezelni. Tehát ez a hurok, ami mint egy érdekes módon ez mindig így forog, és ezt meg lehet figyelni. Most ez miért? Kíváncsi vagyok, hogy amiről beszélek, nálad jött-e fel ilyen élmény? Nem az jött fel, hogy annyira csodálatos az, hogy ahogy te a saját problémádra kapsz egy választ egy ilyen rendszeren keresztül, nagyon részletesen, tényleg fantasztikusan, alaposan megmagyarázódik az, ami történik veled, és azáltal, hogy te ezt feloldod magadban, így már megláthatod másban is ezt, és utána így tudsz segíteni, hogy van egy ilyen ad tovább játék, csak ilyen nagyon-nagyon jó értelemben, ugye, ahogy a láthatatlanban ezek az energiák mentális szinten, érzelmi szinten tudnak felszabadítani bennünket, de menjünk tovább, István, hogy mi történik két ember között, okay, amikor ketten játsszák ezt. Kérném a következő képet, ami ezt az átvezeti. Csak azért legyen egy képe is az embereknek ennek a kivetítésnek, elmehuroknak a részé, egy képe. Ugye ez innentől kezdve egy elmekonstrukció, ami ismétlési kényszerbe tartja az elmét. Látjuk az alapjait, és ugye itt van az, hogy akkor tudunk kilépni belőle, hogyha érzékelünk az elme tulajdonképpen adattartalmán túlról. Ez nagyon érdekes, ez már rezgésszintről kezdünk majd beszélni. Tehát hogyan tudom emelni a rezgés szintemet itt és most, hogyha figyelünk így egymásra, ez azonnal meg tud történni, hogy figyelj rám. Érzel valami? Mi történik ilyenkor? Tiszta jelenlét van, abszolút. Igen. Egy tágulás, egy tisztaság. Tehát ez a változás. Egy csendes békesség. Igen. Igazából erről szólna az egész nagy műsor, amiről itt beszéltünk, hogy ide visszatérni, ez a kilépési pont. Tehát ez a képesség, amit most így megélünk együtt, ez mindenre hatással tud lenni. Ez az a pont, ahonnan meg tudjuk figyelni ezeket a működéseket. Ezt csak ezért hoztam be. És akkor itt lesz az, amikor két ember találkozik, de még nem lépett ki. Úgyhogy amikor két ilyen kis fogaskerék, két ilyen hurok találkozik egymás mellett, ugye ennek a képét, hogyha kérhetem, ugye ezt én úgy nevezem, hogy tehát az elkülönülés illúziához vehető értelmetlen benevelés eredménye. Tehát amikor megtanultuk, hogy mi milyen, és a valóságot teljesen behelyettesítettük, és értelmezzük a valóságot, ez a mi programunká válik, hogy hitrendszerünké, én képünké. Ez egy nagyon fontos dolog, mert onnantól ez olyan, mintha ennek a burkából néznénk az egész világot, és nem rád reagálok, hanem idáig látok, ameddig az érzékelésem... Hát, ahogy a lovak megkapják, hát, hogy igen, odafigyeljél, igen. Amit beszűkítünk neki. Igen. Itt egy nagyon fontos, ehhez az ábrához kapcsolódó mondat, hogy a düh, a harag soha nem lehet jogos, hanem a tényekre, hanem a tények értelmezésére adott reakcióként
éljük meg. Tehát itt nem vagyunk öntudatlan, hogy a saját elménk működésére reagálunk. És hogyha ez az előző ábra, amikor két embernek ez a húrok működik, ugye ez még attól, ezt hívjuk különleges kapcsolatnak, vagy ezt én így hívom különleges kapcsolatnak, aminek vagy törvényszerűsége. Mindig a múlt elképzelése alapján jön létre. Tehát a különleges kapcsolat az a mindig a múlt újrajátszására és megváltoztatására tett kísérlet, amelyben mindkét résztvevő a sérült önbecsülését akarja helyreállítani. Ez egy ilyen kis alapelv. Ezt párkapcsolat mindenütt megfigyelhető. Itt ugye azon a ponton, ahol az elkülönülés létrejön, ott maximum testi kontaktus lehet, de a magányérzete és a szenvedéshez való csatlakozása jellemzője. Tehát ez egy ilyen fontos alap megfigyelés megint, hogy a valódi együttérzés, most már csináltuk egy kis elcsendesedést is, tehát az, amikor abban vagyunk, ugye, az nem azt jelenti, hogy ott lent csatlakozom a másik programjához, szenvedéséhez, mert ugye pont az, amit meg kell tanulnunk megfigyelni, és egymást megszabadítani attól. Tehát a megbocsájtás az nem elmeneti a dolog. Tehát a megbocsájtás, amikor azonosulok a saját elmém programjaival, mondjuk a bűntudattal, mert hibáztam, és a illúziókkal való azonosulás jelenben történő elengedését jelenti, hogy a jelen létbe kiemelkedés, tehát lenyomatot se hagyok. Ez nekem egy nagyon-nagyon-nagyon nagy tananyag ilyen szempontból, és hát még visszajön a völgy, ahol az életleckékről kezdtem beszélni, hogy egyszerűen ott már annyira fölgyorsul, és életeseményé válik minden az együtt, főleg ha még nézők is vannak, hogy hát sokszor bajba voltam, vagyok, ez nagyon, ezért nagy fejlődési lehetőség, hogy ott mindezt erre tudatos legyek. Most kicsit rakjuk össze, hogy milyen, amikor ez, hogy belül ezt megélem, és hogy ilyen interakcióban ezt így le tudom mondjuk lassítani, meg tudom figyelni, de közben nem állok le. Na ez egy érdekes dolog, hogy nem állok én le futás közben, vagy akármilyen közben, vagy egy párkapcsolati helyzetben, most oda is áthozhatom, és közben ilyen értelemben megfigyelője vagyok annak, ami zajlik bennem. Ez egy érzelmes kérdések. Tegyük fel a koronát még erre a dologra. Most egy nagyon fontosat mondtál, hogy ott is átélted, hogy milyen az, amikor újra együtt és együtt is jó lenni. Hogyan lesz ebből a kettőből a legmagasabb szinten újra egy? Na, ez egy nagyon jó kérdés. Ez a kétkörös sztori az életemben sokszor visszajött, tehát én hát valahogy nekem a mesterre annyira ilyen egy lelkület lett, hogy ez a mondat jön be most így, hogy tavaly ilyen zoomos beszélgetésben hallottam tőle, hogy bízzanak ebbe a rendszerbe, ezt mondta bizonyos embereknek, mert minden hibát elkövettem 30 év alatt is, ez már itt teljesen a helyén van. Hát én valahol párhuzamban érzem ezt magamban, ezért magaménak érzem, hogy ezzel az egész folyamattal, mint egyénileg, mint munka, mint házasság, mint gyerekek, mint... Még azt kell mondani az előző 7 évben is, hogy ezeket a hibákat, ha elkövettem, akkor is... Ez azért fejlődött ide, mert elkövettem ezt a hibákat, és ezek nagyon gyors korrekciókat igényelnek, kinél meddig tart. Szóval az együtt felé hogyan halad a dolog, és akkor most kérném azt a kis befejező képet, amin ezt én meg tudom mutatni. Tehát a különleges kapcsolathoz képest van egy ilyen a kapcsolat, amit szent kapcsolatnak is szoktam hívni. A szent kapcsolat az egy olyan közös lelki állapot, ami az egyénből indul ki. Itt látható, hogy abból a kis hurokból, a horizontális tenger, amikor föltárjuk a gondolkodás módunkat, amit fut gondolatilag szó szerint leírjuk, tehát ez a feltárás. A vertikális, ahogy megnézzük ezt magasabb rezgésszintből, és amiről beszélünk, ez a mélységi tengely érzékelés, az, ami egy nagyon fontos plusz adalék, mert így vagyok én vertikális, így vagyok, horizontális, vertikális, és ha megindul az élet, akkor meg ott a harmadik tenger, ez nem elmélet. És közben tényleg létezik egy olyan középpont, ami meg a belső jelenlétnek, meg mindennek a kiindulása. És amikor három tengely mentén kezdjük ezt, nem a egy hurok mentén való, tehát a hurok mentén való érzékelés, amit eddig beszéltünk, az beszűkíti az érzékelést. Sőt, öt érzékszerves
kifelé érzékelés lesz. Amikor ez a három tengely gyakorlattá válik, és igazából ebben tudok én gyakorlom, és tudok segíteni azzal, amit csinálok, hogy ez kiterjedés. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy nem mondok le magamról, még korábban önmagamról lemondva kivetítést alkalmaztam kiterjedés helyett. Az egyik áldozathozatalja járt, mert magamról mondtam le. Amikor meg a kiterjedésről beszélek, hanem egyszerűen a jelenlétem van ott, ahol vagyok. És innentől kezdve az itt és most, az megint csak egy nagyon fontos része, hogy itt milyen élményével, erről sokat beszélgettünk, hogy azok hozadékok, amik ebből inkább, de hogy a veled való kapcsolat itt, aminek szentsége van. Tehát itt ide az egyfelé haladok, és akkor kérném ezt tényleg az utolsó kis képet, mert ha ketten csináljuk ezt, így egymás mellett, akkor azt láthatjuk, hogy az azonosságunk bizonyosságához vezető, én így hívom, értelmes tanulási folyamatról kezdtünk beszélgetni, tapasztalni, és ennek a, tehát a szent kapcsolat egy közös lelki állapot, amivel mindketten, mindkét résztvevő örül, boldogan helyreigazításra bocsátja a tévedéseit. Tehát amit a múlt alapján csak ismételne, itt és most mi megállapodhatnánk abban, ugye, hogy most innentől kezdve megfigyeljük, ugye ugyanazon a módon horizontális mind a ketten, hát és mi van, ha látod a programomat? Együtt álljuk föl. Mi van, ha együtt emelkedünk a rezgésben, és döntünk arról, hogy az, amit én gondolok rólad, nem csak hogy magamról, hanem rólad is, az sem valós. És ez a védekezés, támadás, elme működés, ami ezt az egészet egyébként többség általában beaktiválja és futtatja, ez el fog múlni. És ott látjuk még annyi, hogy azok a hullám frekvenciákat is jelentenek, tehát a zöld az az alfa, úgy tűnik, tehát ott egy átfedés jön létre. Aztán mehetünk a téta felé, annak ennek sokkal profibbak a téta témában, de az meg még rosszabb szintű, szinte szellemi azonosság felé mutat nekem energetikailag. És ugye jön az, amikor meg már eszembe se jut, meg ez egyé vált állapot, az a hát az, amikor a közösség, az összefogás, az nem elméleti dolog, hanem egy lényként, tehát ez egy egyelmélyiség állapotában való, szinte együtt mozdulunk, együtt teszünk, és hát ez maga a csoda, és hogyha ebben ráadásul mindenki saját lelki küldetését támogatva érzi, akkor az bizony összeadódó érték, és hát így az egyből, így a kettőből egy, és a sok részből egy, az már egy sokkal magasabb elhivatottsághoz való tartozás jelenti, ami meg nagyon erősen felülírja egyébként azt az érzetet, amit magának hívunk. És ez kulcs ahhoz, hogy meg is osszuk egymással azt, ami felemelő, és mindenki számára értéket jelent. Most, hogy ez összeállt benned, ez az egész folyamat, ez egy gyönyörű modellje annak, hogy ez az illúziórikus elkülönültség érzésből újra ebbe az egységbe megérkezhessünk. Ez gyönyörűen alkalmas, amit te felfedeztél arra, hogy ez megtörténhessen, nem csak egyénenként, személyenként, hanem nagyba. Egy utolsó kérdést szeretnék föltenni, a személyes véleményedet kérdezem, hogy ugye mindenre azért van szükség, mert valahol hibásan működünk, vagy mondjuk így, hogy ne nevezzük hibás működésnek, mondjuk úgy, hogy elavult, mondjuk úgy, hogy már kijátszottuk magunkat ezeken a szinteken, mindent megéltünk már így az emberek egymással és magányosan is. Mennyire látod azt, hogy hibásak vagyunk, hibásan funkcionálunk valamiben, és ki kell javítanunk mindenképpen magunkat, és mennyire vagyunk tökéletesek? Jó a kérdés. Mit, ha tudnád a választ? Én abból indulok ki, hogy a tökéletesen teremtett lény vagyok, és nyilván minden, amiben élet van. Ennek a szentsége hozhatja meg azt, hogy valójában nem is tehát igazából én úgy látom, ezt talán az előző adásban mondtam, hogy az ego az egy gondosan megtervezett gondolati rendszer.
most aztán csak érintettük, hogy ez azért milyen szépen szétszedhető és megfigyelhető. Ami elvisz a képzetek világába, az illúzióknak hívjuk, arra is kialakult a működés, azért, hogy visszatérjünk belőle a valóságba. És ez mind az érzéke, tehát ez egy, mi azt tapasztalom, hogy olyan, mintha ez lenne a nulladik osztály lélektudatosság szempontjából, és ezt hiszem, hogy együtt tudjuk kijárni. Én is ahova jutottam, én nagyon hálás vagyok ezt itt, aki az elmúlt 7 évben így találkozhattam vele, és bármilyen szinten a folyamban voltam, most nagyon helyén van ez a dolog, hogy mindenki óriási értéket adott az egyéni folyamataival, ami keresztül én is tanultam. Tehát tanulok vagyok, tanító vagyok ilyen értelemben, és mindannyian mondom ezt. Vezetők vagyunk ilyen értelemben, és valamilyen szinten egy vezettetéshez, tehát egy még nagyobb körhöz tartozunk, és ennek a vissza részletezése, bontása, ez egy nagyon mély értelem szempontjából is fölfogható tanulási folyamat, és nagyon fontosnak tartom, hogy ezt a gyakorlatba és az életben való megvalósítás szintjéig vigyük. És ez az ember, és akkor talán ez a pont, hogy az ember 1.0-ás paradigma nekem, hogy ezt a térképszerű, programszerűen múlt lenyomata szerint működő ember, akinek viselkedés mintái vannak, paradoxon konfliktusai, és hát én nem szeretem a misztikus emberisten szót, már ilyen értelemben nekem, vagy aranykort, engem sokkal jobban érdekel, hogy ha ez létezik, akkor az a kettő közti átmenet, amiről most beszélünk, hogy itt van a megfigyelő, és itt van az, aki ezt a minőségét átemeli a kapcsolatokon keresztül a jelen pillanatban, a feszültségből, ugye az öröm létbe és abban a rezgés szintben, ami igen, egy új lenyomatrendszert és egy új kultúra alapot hoz létre. Úgyhogy ez így összességében, remélem, hogy válasz számodra, de hogy én ebben nagyon-nagyon-nagyon lelkes tudok lenni, hogy ezt bárkikkel megélni, bármilyen élethelyzetben. És nyilván kurzus körülményeket, ez a nagy laboratórium, azt külön nem beszélnék erről. Úgy legyen. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél, hogy még mélyebben beavattál ebbe az egészbe, és hát mindig ezt kívánjuk, hogy mindenki, akit ez megszólít, aki úgy érzi, hogy ebben segítség, előrébb tud haladni, vagy van valami olyan gondja, amit nem tud túlhaladni, akkor biztos, hogy fog találni olyan megoldást most már a te segítségeddel is akár, ami tovább lendítheti ezen. Én nagyon szívesen várom, és tényleg ez nagyon végszó, hogyha valakinek a folyamat során megfigyelései lettek most, hogy mint reagált ez alapján, írhat nekem az e-mail címen, nagyon örömmel beszélgetek erről, vagy pontosítom már kivel. Ez egy jó kis élő kurzus is lehet ebből a nézőpontból, úgyhogy nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Köszönjük, írjuk az e-mail címedet és a szövegbe is, és ide is, a filmbe is. Jó, további sok sikert kívánunk a további fejleményekhez, kibontakozáshoz. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönjük Önöknek is, kedves nézőink, a megtisztelő figyelmüket. Önök VNTV-t láttak, korábbi adásainkat a www.vntv.hu, valamint a YouTube megosztó portáján láthatják. Viszontlátásra!